Sziasztok! A mai videóban a 75302-es tételszámú készletet fogjuk megnézni, ami, ahogy láthatjátok, itt előttem szépen üldögél, és ez pedig az Imperial Shuttle, azaz birodalmi űrsikló, ami őszintén szóval egy ilyen nagy kedvenc készletem, mert maga ez a hajó nekem valamiért megmagyarázhatatlanul tetszik. Tehát ez a fehér szín ezekkel az óriási szárnyakkal szerintem zseniális, és emiatt nagyon nagy reményem voltak ehhez a készlethez, de hát azért nem vett le a lábamról, őszintén szólva. Na de, ne rohanjunk ennyire előre. Ez a készlet maga 2021 márciusában jelent meg, és 2022 decemberében vonult nyugdíjba, szóval nem olyan régen. 660 elemből épül föl, ami nem túl sok, és 3 minifigurát kapunk hozzá, amik viszont eléggé ott vannak. Az egykori listára pedig 80 euró körül volt. Itt kicsit visszanézve az árakat, olyan 26 ezer forint körül lehetett még legjobb esetben, de mindenféleképpen 30 ezer forint alatt volt, amikor még vásárolható volt. Nézzük is meg a hajót. Mint ahogy mondtam, nem győzött meg igazán. Ez legfőképpen annak köszönhető, hogy a szárnyának az alsó része, mint ahogy láthatjátok, nagyon csúnya. Tehát, hogy egyáltalán nem foglalkoztak azzal, hogy legalább jól nézzen ki, vagy hogy kicsit lekrekítettebb, vagy egy kicsit homogénebb legyen. Egyszerűen csupaszon hagytak mindent, és csúnya, egyszerűen csúnya. Cserébe viszont jól működik a szárny, ami nagy előny tud lenni. A másik dolog, amire azt mondtam, hogy ez nagyon nem jött össze a tervezőknek, az pedig az orrrész. Tehát pontosabban a pilóta fülke alatti rész, hiszen nem kapunk semmilyen alsó burkolatot, és teljesen be lehet látni a pilóta fülkébe, ami még nem lenne gond, csak így olyan, mintha nem lenne befejezve az egész hajó, és nyilván itt is egy ilyen játékfunkciónak köszönhetően lett ilyen, de végig gondoljuk, talán lehetett volna ezzel egy kicsit még játszani, de hát ezt kapjuk, és nem tudom, muszáj valami más miatt megépíteni ebből, ami sokkal jobban néz ki. Na de, akkor nézzük is meg, hogy mit tud a hajó. Ahogy az előbb megmutattam, le tudjuk hajtani a szárnyát, és így rendesen repülőüzemmódba kerül. Könnyen megfogható így is, alá be tudunk nyúlni, jó az egyensúlya is, tehát tudunk vele játszani is, és így lehajtva viszont tényleg nagyon korrektül néznek ki a szárnyak, hogyha esetleg ki szeretnénk állítani, akkor érdemes egy ilyen talapzatot készíteni hozzá. A szárnyakat nem tudjuk túlságosan lehajtani, mert ennél a pozíciónál megakadnak, de nyilván a tökéletes az, amikor ilyen 90 fokos szögbe áll be a törzshöz képest ez a rövid szárnyrész. Hogyha haladunk egy kicsit a szárnyaktól befelé, akkor láthatjuk, hogy ezt a nagyon jellegzetes, ívelt oldalsó felületet tökéletesen elkészítették ebbe a kicsi verzióban, és a szárnyaknak ugyanitt van a rögzítése is, ami egy mozgatható rögzítés, és ez is viszonylag szép kialakítású. Nekem ennél nincsen semmi komolyabb problémám. Igazából tök jó, hogy eltalálták ezt az ívet, és tényleg ez a részlete olyan a hajónak, ami ennek lennie kell. Hogyha már így a hajó törzsénél vagyunk, nézzük is meg a hátulját. Ez nagyon jól néz ki ugyancsak. Jó kis sima a felülete, és a hajtóműnek az a világos kék, transzparens, 1x4-es tájlija, vagy csempéje, pedig nagyon harmonizál ezekhez a fehér és világos szürke színekhez. Szóval ez is ilyen jó kis részlet lett. Ha megnézzük a hajót előről, ugye láthatjuk, hogy itt a szárny tövébe kapunk két ágyút, mindkét oldalon,
és a pilóta fülke alatt pedig ilyen kis korongvetőt, amivel egy-egy neonzöld transzparens kis round plate-et tudunk kilőni, és elég messze, szóval ez jó tud lenni. És igazából fel is dobja egy kicsit a színét, ez kevésbé zavaró, mint a rugós kilövő, legalábbis számomra. A pilóta fülkénél, ugye amit mondtam, ez a játszhatósági funkció, hogy le tudjuk hajtani, pontosabban így előre tudjuk billenteni, és így nagyon könnyen bele tudjuk helyezni a pilótát, hiszen nem kell a stadokba belenyomni, mivel nem rendes tülést kapunk, hanem tényleg csak egy ilyen behelyezőset. Cserébe viszont nincsen műszerfal, vagy bármilyen kezelőpanel az üveg alatt, és ez... hát így elég nehéz lehet űrhajót irányítani, hogyha jól gondolom. No de, kicsi a hely, ezt kapjuk. Gondolom, sejtitek, hogy nem áll meg annyiba ez a készlet, hogy lehajtható szárnyak és előre billenthető pilótafülke, hanem le tudjuk valahogy nyitni a gép törzsét is. Ez viszonylag egyszerűen. Itt van ez a kis Technic Axel, aminek ilyen kis golyó van az elején, azt hátrafele kell nyomni, és így ki tudjuk billenteni ezt a Technic rögzítő elemet. Ezzel pedig fel tudjuk hajtani az egész felső szárny részét, és így át tudjuk helyezni az utastérbe Darth Vadert és Luke Skywalkert. Igaz, elég szűkösen, és hát a köpeny az problémás lehet, de nincsen megoldhatatlan akadály ennél a készletnél. Igazából nagyon-nagyon kevés hely van belül, és ennek köszönhetően ugye eléggé kidolgozatlan is, de játszani még azért lehet vele. Végül pedig még érdemes szót ejteni talán erről a függőleges vezérsíkról, vagy függőleges szányról is. Amikor építettem, egy kicsit féltem tőle, hogy nem lesz olyan stabil, mint amilyennek lennie kell, de meglepő módon ez is elég jól bírja a strapát. Itt egy ilyen Technic merevítés fut végig rajta, és változatos felépítésű a szárny többi része, szóval brickek és plétek is helyet kaptak a slope-ok mellett. Ennek köszönhetően pedig tényleg egészen masszívnak mondható. Most, hogy így végignéztük a hajónak a részeit, rátérhetünk a minifigurákra, és ahogy mondtam, megkapjuk Darth Vadert, ami nyilván nélkülözhetetlen ehhez a jelenethez, és maga a minifigura is egész kellemesre sikerült, ugye nincsen a karján printelés, és ugyancsak a sisakon se kapunk, bár mondjuk eddig se kaptunk, de jó lenne, hogyha kapnánk, hiszen a személynél még lehetne itt dolgozgatni, illetve a további fémes részén. No de ezt a szálat félbehagyva, maga a minifiguránkon egy ilyen kis folytatólagos festést láthatunk, hiszen a torzóján elindul a köpeny, és ez pedig a lába elején is folytatódik, a csípőjén. A lába elől printelt, ennek okán, és a torzója pedig elől és hátul is. Hátul kimondottan egyszerű, csak az öv és a gyűrűdések láthatóak. Kapunk hozzá egy köpenyt is, ez hát ilyen kis kicsit merev, de vannak is puhább részei. Igazából nem tűnik olyan könnyen gyűrődőnek, tényleg ez is inkább játékra alkalmas. Ha a sisakjára rátérünk, itt is ezt a két részes sisakot kapjuk, tehát a fej és a torzó közé a nyakára be tudjuk helyezni itt az alját, és a tetejét pedig simán bele tudjuk húzni, illetve visszahelyezni a fejére. Az arca egy kicsit meglepő számomra, hiszen egy mosolygós arcot kapunk, ami hát nem tudom, ti hogy képzelitek el Darth Vadert ezeknél a jelenteknél a sisak alatt, de szerintem nem ennyire boldog. Kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltak erről, majd írjátok meg, hogy szerintetek illik-e hozzá ez a mosolygós arc. A fejének hátulján pedig láthatjuk a sebhelyeket is, amik kimondottan jól néznek ki.
Illetve, amit még elfelejtettem mondani, hogy ez a Darth Vader minifigura csak ebben a készletben érhető el, szóval ez is egy kis egyedi részlet. És ugyancsak a következő birodalmi minifigura is csak ebben az egy készletbe kerül kiadásra ilyen formában, ez pedig egy birodalmi tiszt, vagy Imperial Officer, nagyon egyszerű megjelenésű, a lábán viszont kapunk printelést, ami óriási nagy előny. Igazából a nadrágjának zsebeit talán, hogyha jól látom, zsebeit kapjuk meg, illetve a torszója elején jövet és az ingjének a hajtását, a hátulján pedig ugyancsak az övet és a betűrt felsőt. A fején egy arcot találunk, és ezen pedig egy ilyen kommunikátor lóg be, ami tök jól néz ki, a sapkája pedig jó kis fekete színű, rajta pedig egy ezüst színű emblémával. Az utolsó minifigura pedig Luke Skywalker, ő kevésbé különleges, hiszen vele 5 készletben is találkozhatunk ilyen kiadásban, és a lábán nem találunk semmilyen festést, tényleg egy sima, egyszerű, fekete lábat kapunk, a torzója viszont elől-hátul festett, és ez elég jól néz ki, nekem végül is tetszik. Az egyik keze ugye fekete színű, ügyelve a részletekre, hiszen neki ekkor már az egyik keze az egy ilyen robotikus kéz, pontosabban kézfej. Ha rátérünk a fejére, akkor nála viszont 2 arcot találunk, az egyik egy ilyen kis mosolygós, a másik pedig egy ilyen komorabb, kicsit talán szomorúbb kifejezésű, és ezt a sötét homokbarna színű hajat kapjuk hozzá, ami ugyancsak passzol a filmben látott hajszínhez. Az összerakási útmutató egy A4-es füzet, ami kellemesen vastag, 130 oldalból áll. Az elején szép nagyba álló meg tudjuk nézni, ugye, repülő üzemmódban a birodalmi űrsiklót, és hogyha így gyorsan belelapozunk, akkor láthatjátok, hogy eléggé kényelmesen, szép nagyban kapjuk meg a rajzokat, így tényleg elég könnyű építkeznünk. A füzet, vagy összerakási útmutató után pedig nézzük is meg a dobozt, ami eléggé magas, vagy vékony, és hát emiatt kicsit unszimpatikus nekem, hiszen nem szeretem az ilyen óriási nagy dobozokat, amikor egy tömzsip dobozba is elfért volna, és ezt így látjátok, nehéz is tárolni, meg mindegy. Szóval a doboz eleje tök jól néz ki. A birodalmi űrsikló fehérjéhez nagyon illik, ugye ez a sötét kékes, kicsit feketés űrbéli háttér a kis csillagokkal, és hogyha megnézzük, akkor láthatunk 2 TIE Fightert alatta, egy robbanást, illetve a Death Star 2-t, ami nagyon jól néz ki, és ugye ezt itt a hátterembe is láthatjátok, és arról is lesz majd valamikor videó a közeljövőben. Ha dobozt megfordítjuk, akkor leszállt állapotban a hangárba tudjuk megnézni a gépet. Kiemelik a játékfunkciókat, ugye, hogy fel tudjuk hajtani a szárnyat, beültetni a pilótát, lehajtani a felső szárnyat. Ez megint egy ilyen szokásos doboz hátsó. A doboz tetején egy-egyes méretarányba pedig Darth Vader-t kapjuk meg. Ha tetszett a videó, akkor kérlek, lájkold be, és nézd meg a többi videómat is. Hamarosan jelentkezek egy új készlettel, vagy hát új videóval, és abban pedig valamilyen készlettel, mert még nem döntöttem el, hogy a Star Wars-os vonalon maradjak, vagy most menjünk egy kicsit más vizekre, majd kiderül valamelyik nap. Sziasztok!